Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 2-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható egy fiatal férfi, és mutatja a levegő elemét. Ez utal arra, hogy felszabadultnak érzi magát, megvan ez a könnyűség, amit még a levegő eleme mutat számunkra ezek a beszélgetések. Az lehet, hogy neki most kapcsolata van egy fiatalabb férfival, és itt vannak fontos beszélgetések. Ez lehet a fia, vagy valaki a munkahelyén, vagy egy baráti kapcsolat. Amit még ez a kép jelent, ez lehet az ő tartása. Fontos számára, hogy kitisztuljanak a dolgok, hogy rendezzen valamit, döntéseket hoz, fontos beszélgetések vannak. Ha belenézünk a mélybe ennél a kártyánál, akkor ez olyan, mint egy kapu, és itt tekint egy új irányba. Fontos döntést hoz, de a háttérben még ott van ez a szürke felhő, ami a félelmekre utal. És neki most át kell tennie magát ezeken a félelmeken. Ami nekem még feltűnik ezen a kártyán, hogy a háttérben van 10 madár, és a 10-es szám utal egy új kezdetre. És ő ott áll ez előtt, az új kezdet előtt. És ő most fontos döntést vagy döntéseket hoz, mert ezt szimbolizálja a kard a kezében. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen láthatunk egy szent szemét. Ez utal az ő hitére. Természetesen lehetnek itt vallási témák is, de mutatja a belső erejét, ő hisz magában, az elképzeléseiben is, és esküszik valamire, és itt érzelmekről van szó. Tehát hisz az ő saját intuíciójában. Most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Itt ezen a képen a 8-as szám utal egy húzavonára. Tegyem vagy ne tegyem, ez jó vagy rossz, kell számára egy irány. És pontosan ezt a kiutat keresi most. Ha megnézzük ezt a képet, itt láthatóak a nyilak, de neki csak egy van a kezében. A többi az befolyásolja őt. Ezek lehetnek személyek az ő környezetében. Fontos számára, hogy az legyen az életút, amit ő saját maga kiválasztott magának, vagy kettőtök számára, és nem az fontos, hogy mások hogy vélekednek erről, mert akkor itt is van egy ilyen húzavona. A képen a tűz eleme látható, itt bátorságról, erőről, lelkesedésről és a szerelem területén egy testi kapcsolatról van szó. És most megtekintjük a napi kártyát. Itt kivilágosodik valami, kiderül az igazság. A nap nem csak ezt a világosságot mutatja, hanem a kisugárzásunkat. Tehát megvan ez a fellépés, ez az életerő,
ez a szép kisugárzás. Ha vannak titkaitok, akkor ügyeljetek arra, hogy tartsátok ezt meg, mert a nap utalhat arra, hogy mások ezt akkor elmondják, és kiderül, mások megtudják ezeket a titkokat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. És gondoljatok arra, egy jó tanács aranyat ér. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!